kedves sültagot és elmélőt. Azért nem széles rákot, legyéppen is lepnéz ilyen. A Pécsi Arkán első számú általános iskola 7. osztályos tanulói vagyunk. Kísérlet felkészítanára Szabó Ödikó és Lepéter. Kísérletünk címe Mi úszik a vizen és miért? Ezeket a kísérleteket otthon bárki el tudja végezni. Első kísérlet. Egy poharat elénk töltünk ételfestékkel szerelt vízzel. Majd itt olajat töltünk el. Miért is jó ezt tudni? Mivel, hogyha egy olajszállító hajó felborul és kiborul a olaj a tengerre, akkor úszogát akar bele gyűjteni, vagy például egy konyhai balesetben, ha kigyullad az olaj, akkor nem szabad vízzel önteni, mert az olaj felúszik a víz tetejére és tovább ég. Ezt a kísérletet látványosabban is lehet tudni. Egyik pohárba ételfestékkel szerelt víz, másikba étolajt állítunk. Ezt egy menetesre sütőpapírral elválasztjuk egymásba. Az olaj legyen alul. Majd óvatosan kihúzzuk a sütőpapírt. A két folyadék helyet cseréljük. Ez a frissebbi tojás, úgyhogy beletesszük a vízbe, akkor az lesüllyed, mivel nagyobb a sűrűsége, mint a vízé. De ha az áttojást tesszük bele a vízbe, az lebeg rajta, mivel sok légbuborék van benne, és kisebb a sűrűsége, mint a vízé. De ha sót teszünk a vízhez, és megkeverjük, akkor megnövetjük a víz sűrűségét, és így a friss tojás is elkezd majd lebegni benne. Miért fog ezt tudni? Tengervízben, amely a tudjuk, hogy sós, sokkal könnyebb úszni, mint édesvízben. Látható, hogy a friss tojás is fölemelkedett. És gyújtában vízet formázunk, hogy beladjuk a vízbe. Látszik, hogy ez ér, de nagyobb a sűrűsége, mint a vízé. De ha a gyújtában hajót formázunk, akkor az fennmarad a vízen, mivel a felhajtó erő hat rá. Minden folyadékban, amely kezdődő testre felhajtó erő van. A felhajtó erő nagysága egyenlő nagyságú a test által kiszorított folyadék vagy gázsúlyával. Ez Archimédesz törvény. Miért jó ezt tudni? Mivel így a víz sűrűségénél nagyobb sűrűségű tárgyak is képesek úszni a vízen. Például a gyurma, vagy